hogy itt Szendrő és vidéke környékéről mintegy 19 ezer magyart hurcoltak el a törökök. Sok mindent mesélhetnének azok a falak, hisz az első várkapitánytól, Debrői Miklóstól az utolsóig benne volt a környék történelme. Nem véletlen, hogy amikor 1702-ben a végítélet megszületett Bécsben, hogy ezt a várat le kell rombolni, és 1704. augusztus 23-án II. Rákóczi Ferenc hadai előtt kapitulált az olasz származású utolsó császári várkapitány, akkor valóban már a fejedelem is belátta, hogy ez a vár nem alkalmas arra, hogy egy országot, de még arra sem, hogy saját magát oltalmazza, és így ő is sürgette annak lebontását. De a vár megszüntével Szendrő település politikai és katonai jelentősége is elveszett. A harcok után, évszázadok vérzivatara után nem kimérte a környéket a természet sem. Egymást követték a katasztrófák. Volt itt árvíz, aszály, tűzvész, amikor 1869-ben egy évben 130 lakóház égett le, és volt itt jégverés, ami talán a legjobban sújtotta a települést. A természeti katasztrófák mellett a 19. században egymást követték a járványok. Nem megtizedelték, meg negyedelték, meg ötödölték a lakosságot. Volt olyan év 1831-ben, amikor 171 ember halt meg kolerában. Pár évvel később a tífusz 90 embert vitt el, és 1864-ben több mint 60 gyerek esett áldozatul a himlőnek. És ilyen iszonyú sors mellett él a magyarság, él Szendrőváros lakósága, és ilyen iszonyú csapások mellett már 1437-ben itt heti piac volt, ami akkor egy nagyon-nagyon komoly rangot jelentett. Itt a ferences rendi barátok, a református lelkészek európai kultúrát adtak a népnek, és szívóságot. De mi sem bizonyítja jobban Szendrő térségben betöltött fontos szerepét, mint az a tény, hogy több évszázadon keresztül mezőváros volt, hogy 393 éven át járási székhely volt, és hogy a 17. században huzamosabb ideig vármegye székhelye volt. Így aztán most Szendrő nem várossá vált, hanem újra várossá vált. Most engedjék meg, hogy arra emlékezzem, amikor már a 19. században is azt írták a krónikások, hogy nagyon-nagyon sok nép keveredett itt, és ebből a nagyon-nagyon sok népből vált természetében, erkölcsiségében, jellemében, felfogássá egy nép egyé váltak, szendrőivé váltak. Most nem lehetne újra Szendrőváros, ha önök nem váltak volna szendrőivé. Az a munka, ami feltétele volt ahhoz, hogy a községből ismét város legyen, az önök közös munkájának köszönhető. És csupán azt kérem önöktől, és azt kívánom önöknek, hogy továbbra is szendrőiek legyenek. Most pedig engedjék meg, hogy itt az egyházak által megszentelt és megáldott zászló alatt a köztársasági elnök úr nevében és képviseletében átadjam a városalapító okiratát polgármester úrnak.
Engedjék meg továbbá, hogy a belügyminiszter úr nevében és képviseletében átadjam polgármester úrnak a város jelképes kulcsát. És még van egy személyes jellegű kötelezettségem is. A miniszter úr a magyar sportért kitüntető címet adományozta Mester Árpád úrnak. Engedjék meg, hogy ezt is átadjam. Tisztelt államtitkár úr, hölgyeim, uraim! Tisztelettel megköszönöm a visszakapott városi rangot. Bízom benne, hogy nem 400 évig, hanem fél évezredig, vagy még attól is tovább meg fogjuk tudni őrizni. Ígérem képviselőtestületem a magam és a város nevében, hogy azt a kulcsot, amit kaptunk, azt nem a város kapujának bezárására, hanem a meglévő kapuk nagyobbra tárására, új kapuk nyitására használjuk fel, a város lakóinak, a városkörzet településeinek, lakóinak és minden városba jövő, a városba kerülő állampolgárnak, magyarnak és külföldinek a javára. Még egyszer köszönöm szépen! Ünnepségeink egy részét iskolai keretek között tartjuk, ahová minden esetben meghívjuk a politikai, gazdasági élet, a civil szervezetek képviselőit. Itt mutatkoznak be az iskola kulturális csoportjai, köztük az énekkar is, amely most előadja a Hazára találtam című dalt Cserháti Sándorné vezetésével. Kísér Bári Otto.
Zemplén megyei közgyűlés elnökét a megye legfiatalabb városának köszöntésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Szendrő város polgárai! A Borsodabaúj Zemplén megyei közgyűlés és megyénk 362 települése nevében tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm Önöket, Borsodabaúj Zemplén megye 16. városának polgáraiként. A megye életében mindig nagy jelentőségű az az esemény, amikor egy nagy község az elmúlt években, évtizedekben nyújtott teljesítménye alapján városi rangra emelkedhet. Így történt ez az Önök esetében is, hogy újra ezt a megtisztelő címet viselhetik. Bizonyára ez az elmúlt években végzett, kiemelkedő, térségfejlesztő munkának is köszönhető. Köztudomású, hogy Szendrő a térség 12 településeinek, illetve tágabb értelembe véve mintegy 40 településnek körzetközpontjaként szerepel, és végez olyan feladatokat, mely nélkül a térség felemelkedése elengedhetetlenné válhat. Szeretném elmondani, hogy Észak-Kelet-Magyarország és ezen belül Borsodabaúj-Zemplén megye az elmúlt esztendőben egyedülálló lehetőséghez jutott. Hiszen tudják Önök, hogy a magyar kormány az országban elsőként olyan regionális térségfejlesztő programot indított ebben a megyében, melynek eredményeképpen azt várjuk, hogy a gazdaság elmozdul a holpontról, és egy prosperáló gazdaság alapjait tehetjük le ebben a térségben. Én őszinte szívvel kívánom Szendrő város valamennyi polgárának a város térségében, a Bódva mentén működő valamennyi településnek, hogy tudjanak eredményesen bekapcsolódni ebbe a programba, és elmondhatják majd néhány év múlva, hogy munkájuk nem volt hiába való, hiszen az itt élő embereknek jobb megélhetést lesznek képesek biztosítani. Ehhez az egyedülálló és felelősségteljes munkához kívánok kedves mindannyiuknak, a város vezetőinek erőt, egészséget, kitartást, a jövőre nézve pedig boldogulást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Orgáné kerékgyártó Ildikó, a 8-as számú választási körzet országgyűlési képviselője mond köszöntő beszédet. Szeretettel köszöntöm Szendrőváros polgárait, szeretettel köszöntöm a Szendrőt körülvevő települések polgármestereit, a Bódva völgye lakosságát, és minden kedves vendégünket, akik eljöttek ma ide, hogy félretéve minden gondot, bajt, amiből van, minden bizonnyal bőven, együtt ünnepeljünk, és együtt szeressünk, hiszen minden ünnep lényege valahol a szeretet és a jövőre való felkészülés. Mint tudjuk, Szendrő rangja az évszázadok során elég gyakran változott, de Borsodnak mindig meghatározó tényezője volt ez a település. Így van ez most is, ez a tény lett elismerve azzal, hogy újra várossá vált. A monda szerint a szendrői vár romjai alatt kincsek találhatók. Ezeket a kincseket az évszázadok során gyakran keresték az emberek, próbálták megtalálni és hasznosítani. Ma, amikor a honfoglalás 1100. évfordulóját ünnepeljük, amikor történelmi helyzetünk kísértetiesen hasonlít a Szent Istvánihoz, amikor újra az európai közösség elfogadott és elismert tagjai lehetünk, eme történelmi pillanatban lesz Szendrő újraváros. Talán ez az a kincs, vagy a kincs egy része, amit mindig is kerestünk. Hiszen a gazdasági fejlődés mellett szükséges az ember fejlődése, az értelem magas szintű kibontakozása, a lélek szépülése. Az emberiség, amióta csak létezik, mindig keresi egy nagy kérdésre a választ. Van-e, s ha van, mi az értelme annak a nagy kincsnek, amit emberi életnek, emberi küzdelemnek nevezünk? Eme kincskereséshez kívánok én nagyon sok erőt, sikert és boldogságot Szendrőváros polgárainak, a Bódva völgye lakosságainak,
hogy mindannyiunk örömére és szépülésére a kincset jól hasznosítsuk, gazdagodjunk, és szeretetben, boldogabban, vidágabban éljünk. Köszönöm. A 1990-es önkormányzati törvény a legkisebbtől a legnagyobb településig egyenlő jogokat biztosított az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy és sok más területen. Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy a sok kis települések ezeket a feladatokat kötelezően, illetve önként létrehozott társulások formájában tudják csak ellátni. A Bódva völgyén ezen feladatok kooperálását, illetve szervezését vállalta át Szendrő önkormányzata. Erről nyilatkozik Matusz Tamás, Hídvégardó polgármestere. A térség önkormányzatai nevében elsőként mindenekelőtt szívből gratulálok az immáron újra várossá lett Szendrő önkormányzata vezetőinek és minden polgárának a várossá nyilvánítás alkalmából.
Az, hogy Szendrő hosszú idő után, de újra visszakapta városi rangját, egyrészt elhelyezkedésének, másrészt pedig tudatos térségi szerepvállalásának is köszönhető volt. Az elhelyezkedése tekintetében meg kell említenem, hogy az észak-déli irányban mintegy 60 km hosszú Budva völgyének eddigi egyetlen városa Edelény közvetlenül a völgy déli részén található, Szendrő pedig a Budva völgy közepén, közel a Ragacza, Éger és a Jósa völgy torkolatához. Ez az elhelyezkedése magában hordozta annak lehetőségét is, hogy Szendrő egyre több térségi szerepkört vállaljon fel. Erre az utóbbi időben a település vezetői tudatosan is törekedtek, visszaemlékezve Szendrőnek évszázadokkal korábban betöltött központi szerepére, mint mezőváros, majd járásszékhely és vármegyeszékhely is. Ezen tudatos lépések vezérelték a település vezetői intézményrendszerük tervezésénél és kiépítésénél, melyek ellátási területe változó, de némelyik esetben 35-40 települést is érint, ezzel az ellátási és szolgáltatási kötelezettséget magára vállalva. Ezek sorában elsőként az oktatást említeném. Általános iskolájukban az 570 helyi diák mellett a környező településekről mintegy 50 diák tanul. Az egészségügy területén a központi orvosi rendelőhálózatot, védőnői szolgálatot és gyógyszertárat működtetnek a szűkebb régió lakosságának egészségügyi alapellátása érdekében. Fogorvosi szolgálatok is 12 település lakossága számára biztosít korszerű fogszakorvosi ellátást. Éjszakai és hétvégi központi orvosi ügyeletük ellátási területe 36 településre terjed ki. Mentőállomásuk a Hidvégargói Fiók mentőállomás irányításával együtt szintén 36 település betegeinek szállítását, gyors mentését biztosítja. Rendészet területén elsőként a tűzoltóságot említeném, mely 38 település gyors mentését hivatott biztosítani. Rendőrsük 16 község közrendjét és közbiztonságát felügyeli. A Szendrői Központtal működő társulások sorában megemlítem a 18 tagközséget magába foglaló Budvavölgyi Sporttársulást, a 12 községre kiterjedő Tókörnyéki Kistérségi Fejlesztési Társulást, a 15 települést érintő Budvagáz Kft. És végül, de nem utolsó sorban a Közművelődési Társulást is. Itt van a központja a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezetnek, valamint a Szendrő és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetnek is. Az alapellátáson és szolgáltatáson kívül a foglalkoztatás is olyan terület, mely térségre kisugárzó hatással bír. A Báborna Szendrői Gazdaság Kft. 24, a Befag Szendrő vidéki erdészete pedig 26 község határában gazdálkodik, ahol a vidéki foglalkoztatottak aránya 50% fölött van. De említhetném még a szűkebb körzetben gazdálkodó újjáalakult mezőgazdasági üzemeket és az egyre jobban prosperáló alumíniumárujárat is, melyek szintén jelentős szerepet vállalnak a térség munkaerő foglalkoztatási gondjainak enyhítésében. Tisztelt ünneplő közönség! A városi rang Szendrő számára egyfajta elismerés az eddig végzett térségi munkáért, mely szerepkör felvállalásáért és folytatásáért ezúton is köszönetemet fejezem ki a régió önkormányzatai nevében. De meggyőződésem, hogy ez a városi rang egyúttal egy megelőlegezett bizalom is az intézményhálózat, az ellátás és szolgáltatás továbbfejlesztése, új munkahelyek teremtése érdekében mindannyiunk remélt örömére. Kívánom, hogy ezen elvárásoknak minél jobb színvonalon tudjanak megfelelni, remélve az ehhez szükséges központi támogatásokat. Ehhez a kitartó, fáradtságot nem kérő munkához pedig erőt, egészséget és sok sikert kívánok elsősorban a város vezetésének, de minden lakójának is, hogy még jobban érezzék magukat Szendrőben. Köszönöm. Az önkormányzatok hivatalainak, a polgármesteri hivataloknak a tevékenysége az elmúlt néhány évben sokat változott. A hatósági intézkedések mellett előtérbe kerültek a gazdálkodási és a szociálpolitikai feladatok is.
munkájukat, amely várhatóan a jövőben még bővülni fog, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közigazgatási hivatal szakmai irányítása mellett végzik, bízom benne az állampolgárok megelégedésére. Felkérem dr. Orosz Gábor urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közigazgatási hivatal vezetőjét, vázolja a város hivatalára váró feladatokat. Hölgyeim és uraim, polgármester úr, Szendrő várospolgárai, engedjék meg, hogy én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket, és gratuláljak abból az alkalomból, hogy Szendrő város lett. De ahogyan polgármester úr, vagy ezt megelőzően államtitkár úr is mondta, Szendrő nem most kapta meg a városi rangot, hanem mintegy visszaszerezte azt. És ha most elgondolkodnék a történelembe, akkor valahol Deák Ferenc szavaira tudnék emlékezni, és asszociálni akkor, amikor ő is azt mondta, hogy ha valamit erőszakkal elvettek tőlünk, azt még visszaszerezhetjük, de amiről önként mondunk le, az többé sohasem. Valamennyien tudjuk, hogy nagy nap ez a mai nap. Nagy nap főleg akkor, amikor tudjuk, hogy Szendrő városa megyénk 16. városai közé lépett, és de azt is tudjuk ezzel együtt, hogy az, hogy Szendrő város lett ismételten, ez nem csak előnyeket, hanem valamilyen formában felelősséget is ró az itt élő emberekre. Szeretném, hogyha az itt élő emberek élveznék a város adta valamennyi előnyt, de azt is szeretném, hogyha élveznék és éreznék ennek felelősségét is. Mire gondolok itt? Nem akarok én nagy szavakat mondani, de hogy az evangéliumban is hallottuk, valamint a zászlószentelésnél is éppen szóba került, ilyenekre például, hogy tartsuk tisztán környezetünket, utcáinkat, lakásainkat, virágozzuk fel balkonjainkat, ablakainkat, ne szemeteljünk, vagy éppen próbáljuk meg egymást tisztelni, szeretni, türelemmel lenni egymás iránt, dolgozzunk, gazdagodjunk, gyarapodjunk, őrizzük meg értékeinket, tanuljunk, szórakozzunk, és a kultúráról se feledkezzünk meg. Szeretném azt is elmondani, és bizonyára biztos is vagyok abban, hogy Szendrő szellemi, kulturális és gazdasági központja lesz nem sokára a térségnek, annak a térségnek, amelyben közel 38 települési önkormányzat valamilyen formában egy központjaként éli majd át a jövőt. Kérem ezért az itt lévő polgármestereket, vagy éppen elfoglaltságok miatt távomra adtak szempontjából is, nekik is szólok, jegyzőket, tanítókat, papokat, orvosokat, diplomásokat, dolgozókat, és a környező település valamennyi állampolgárát, hogy fogjanak össze. Fogjanak össze, hiszen gondjaink, céljaink, adottságaink azonosak. Céljaik között említhetném elsősorban a mielőbbi felemelkedésnek a vágyát. Gondjaik között említhetném a valamennyi településre jellemző magas munkanélküliséget, tudomásom szerint közel 30%-os munkanélküliséggel kell számolni a térségben. És adottságainkra pedig azt szeretném elmondani, hogy valamennyi település, ez a csodálatos térség, természeti érték, ami körbevez bennünket, valahol léte lehet egy turisztikai központnak. Nagyon jól tudjuk valamennyien, hogy az elénk gördített kövekből csupán pici jóindulattal lépcsőt lehet építeni. De azt is jól tudjuk, hogy egy választójel kötőjelül is szolgálhat. Kérem ezért Önöket, és bízok is benne, hogy Önöket, települési önkormányzatokat, polgármestereket, és nem akarom még egyszer felsorolni az említett személyeket, fogjanak össze, és Önöket ne a választójel, hanem a kötőjel jellemezze. Szendrő várospolgárai, engedjék meg, hogy ismételten gratuláljak, és köszöntsem Önöket abból az alkalomból, hogy Szendrő több száz év után ismételten város lett, és szívből kívánjam, hogy legyenek boldogok, legyenek egészségesek,
dolgozzanak, gyarapodjanak, és élvezzék városok minden előnyét, de viseljék annak terheit is. És végezetül engedjék meg, hogy egy nagyon rövid kosztolány idézettel zárjam gondolataimat, mely a következőképpen hangzik. A fejeket kicsit lehajtani, de a szíveket, azt föl-föl, barátaim. Köszönöm szépen. A jó kívánságok és gratulációk után műsorunk további részében a férfi kórus hallhatjuk. Verdi Nabucco című operájából a Rabszolgánkara, Erkel Ferenc Éljen hazánk, Párdos Lajos Igyunk áldomást, zenei kísérő Berti Géva és Tóth Éva, vezényel Vasilkó Ferenc.
Még nem elég című versének biztató szavait hallhatjuk Nagy Marian előadásában. Majd a polgármesteri zárszó következik. Váci Mihály, még nem elég. Nem elég megborzogni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni. Fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni. Egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is. Elsőnek elől indulni kell. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni. A jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni kell. A jó szándék kevés. Több kell. Az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell. Az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért. Több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért. Több kell most a népedért. Nem elég igazságért. Küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég. Államtitkár úr, meghívott vendégeink, érdeklődők, Szendrőváros lakói. Ez ünnepi alkalommal hallottunk komoly útmutatásokat, hallottunk múltba tekintést, a jelennel kapcsolatos feladatokat, és a városra váró jövő feladatait is. Én úgy gondolom, hogy ez az élet is ilyen, vannak benne komoly dolgok, és vannak vidámak, mint amit az előbb hallottunk a Férfi Kórus előadásában. Ez így teljes. Két héttel ezelőtt a hat város közül az egyiknek az avatóján vettem részt, ahol egy monológot hallottunk. Egy táborban lévő kislány telefonon fölhívta az édesanyját, és felelősségre vonta. Rádióban hallotta, hogy amíg ő a táborban van, addig az ő falujából város lett. És megkérdezte, hogy ha ő hazamegy a városba, akkor hol lesz az ő utcájuk? Hol fogja megtalálni a házát? Egyáltalán mi ez a nagy felfordulás, ami itt történt? Az édesanyja nem számított ezekre a kérdésekre, nem tudott válaszolni. Mire válaszolt volna, akkor a táborban lévő fiúk incselkedtek a kislánnyal, és a kislány letette a telefont. Az incselkedése mit válaszolhatott volna? Ide figyeljetek, pupákok! Most nem egy falusi csitrivel beszéltek, hanem városi lány vagyok, ezután úgy viselkedjetek.
Én azt hiszem, ha valamelyikünknek föltennék ezt a kérdést, mi is igencsak gondolkodóba esnénk. Hogy akkor most mi is változik, hogyan lesz ezután a városlakó kérdője? Ez a tudat. 100 éven keresztül nem birtokoltuk ezt a városi rangot. Az akkori politikai erők úgy döntöttek, hogy nem Szendrőt, hanem más településeket fejlesztenek. Így a kulturális, a gazdasági, az infrastruktúrális fejlődés nem volt olyan mértű a városban, illetve az akkori községben, illetve nagyközségben, mint az elvárható lett volna. Az akkori kormány, illetve megyei programoknak megfelelően az alapinfrastruktúra ugyan kiépült, de nagyobb fejlesztésekre nem kerülhetett sor. A rendszerváltást követően megkaptuk a lehetőséget, ezzel együtt megkaptuk a feladatot is, hogy Szendrő azt a térségi szerepkört, amit már a rendszerváltás után is épített, és egy részét kiépítette, ezt még tovább bővítse. Ha úgy tetszik, nagyon kevés ember volt Szendrőben, aki ezt el is hitte. Megtörtént. Már a város alapító okirat átvételekor is ígéretet tettem rá, és most is azt tudom ígérni. A város képviselőtestülete a magam nevében, hogy ennek a városi rangnak igyekszünk megfelelni. Ehhez tisztelettel kérem a továbbiakban is Szendrő város lakosságának segítését, segítségét. Tudom, hogy ez áldozatokkal jár. Tudom, hogy a város vezetésének nem minden intézkedése egyformán pozitívan érint mindenkit. De bízom benne, hogy eljön az az idő, amikor minden lakos megelégedett lesz városunkban. Ehhez kérem a város környék településeinek, polgármestereinek, lakóinak szintén a segítségét. És engedjék meg, hogy befejezésül az ott lévő Széchenyi idézetet mondjam: egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Ehhez kérem újra a segítséget. Köszönöm szépen! Tisztelt vendégeink! Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtiszteltél rendezvényünket. Hiszem és tudom, hogy településünk életében az évszázad legnagyobb ünnepén vettünk részt. A rendezvénysorozatunk központi ünnepségének zárásaként a Bányász zenekar kíséretében közösen énekeljük el a szózatot. Ezt követi a mazsolettek bemutatója, ami után mindenkit szeretettel látunk egy üdítőre, sörre, pogácsára. A meghívott vendégeket pedig kérem, kövessék a lányokat és a zenekart az iskola aulájába egy koncertre. A városunk polgárainak nevében tisztelettel megköszönjük polgármesterünk munkáját.